Az iskolában ő tanítja a legtöbb diáknak az éneket. Az énekkar vezetője, és az idei tanév végén búcsúzik tőlünk. Vendégünk itt a Signo első adásában Harc Katalin tanárnő. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy kiválasztott vagyok. Először azt tudtuk meg önről, hogy énekszakos tanár, hiszen elkezdett minket tanítani énekből. Aztán a Szabó Miklós tanár úrtól átvette a tánc és drámát, és azt is megemlítette nemrég, hogy magyar szakos. Ez a három tantárgy, ez hogy jön össze? Eredetileg magyar énekszakon végeztem a Szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán, majd 2001-ben pedig elkezdtem a tánc és dráma pedagógia tanulmányaimat. És melyik a kedvence a három közül? Hát nehéz azt mondani, hogy kedvenc. A szívügyem az jelen pillanatban körvonalazódott úgy, hogy itt a Széchenyiben az ének. Az, hogy miért szívügyem, azt én azt gondolom, hogy valamennyi diák számára világos, hogy a mindennapi éneklésen túl az énekkar az, ami a szívemhez legközelebb áll. És amikor eldöntötte, hogy tanár lesz, akkor tudta, hogy énekkart akar majd vezetni? Igen, mindig is tudtam, hogy énekkart szeretnék vezetni. Már egészen kislánykoromban, alsó tagozatban az énektanáromnak olyan meghatározó személyisége, egyénisége volt, hogy minden egyes énekkar után, amikor hazamentem, akkor a tükör előtt vezényelgettem. Na most bementünk az iskola honlapjára, de sok információt nem találtunk önről. Azt viszont mesélte, hogy korábban Fertőrákoson tanított. Ott kezdte a karrierjét? Igen, 16 évig tanítottam Fertőrákoson. Hol könnyebb a dolga? Itt mindenképp könnyebb, mert ha arra gondolunk, hogy a Széchenyi István gimnáziumot a diákok választják, tanulni akaró diákok érkeznek, akkor lényegesen könnyebb a helyzet itt. Mi a fő különbség a falusi és a városi diákok között? Nyilván tudom, hogy Fertőrákos azért nincs messze tőlünk. Tehát nem egy elszigetelt községről van szó, de azért mégis. A diákok között ilyen éles különbséget nem állítanék fel. Az mindenképp meghatározó, hogy ők egy adott falunak a diákjai, akik kényelmi szempontból sem mozdulnak, és a helyi általános iskolába mennek tanulni. A Széchenyi István gimnáziumot azt nyilván választják a diákok. Tehát volt nyilván olyan diák is Fertőrákoson, aki az általános iskolai tanulmányait megszakítva érkezett Soproni. Akár általános iskolába, akár nyilván a Széchenyi István gimnáziumba. Mióta tanít itt az iskolában? Ez volt a 8. tanévem. Mit jelentett önnek ez az időszak? Mit adott önnek igazából? Szakmailag egy óriási kihívás volt, 16 év általános iskolai tanítás után. Az még több, az kétszer annyi. Az itteni diákok és egy másfajta, egy egészen más korosztály megismerését jelentette számomra. Azt gondolom, hogy a Széchenyi István gimnáziumban is mindenféle középiskolai tanulmányait végző diák számára az énekzene, az egy olyan készségtantárgy, ami gyakran felmerül a diákokban, hogy de minek, de miért. Általános iskolában azt gondolom még nem merül fel ez a kérdés. Ott a tantárgyak között egy. Itt a szakmai kihívást mindenképp az énekkar alapítása jelentette az első pillanattól kezdve a számomra, és a zenei élet fellendítését. Ha meg kéne fogalmaznia, hogy énektanárként, függetlenül attól, hogy hol tanít, mi a küldetése, mi a célja, amikor bemegy az órára, akkor mit mondaná? Az éneklési kedv felkeltése, fenntartása, valamennyi diák megénekeltetése.
Talán ez énektanárként ez a legfőbb küldetésem, hogy az éneklés megszerettetése legyen a legfőbb célom. Még azon diákok számára is, akik azt hiszik, vagy az talán az előző iskolájukból azt hozzák magukkal, hogy nincs hangjuk, nem tudnak, hiszen nem a minőség, hanem számomra a lelkesedés a legfontosabb. A másik pedig a legfontosabb, megint csak azt tudom mondani, az énekkari munka. Aha. Én a saját környezetemben is azt tapasztalom, és ezért szeretnék erre rákérdezni, hogy van-e olyan, amikor ön csalódott amiatt, hogy vannak azért jó páran olyan tanulók, akik nem veszik komolyan az énektantárgyat, vagy amikor azt látja, hogy esetleg énekből kevesen érettségiznek? Abszolút nem tartom sikertelenségnek és kudarcnak. Tehát nem tölt el szomorúsággal az, hogy nem érettségiznek például énekzenéből sokan, vagy az utóbbi években nem érettségiznek. Pontosan tisztában vagyok az énekzene tantárgynak a szerepével. Ezt nem lehet túl dramatizálni, és nem is érdemes. A sikertelenség az talán abból adódhat, hogyha az ember úgy jön ki óráról, hogy nem énekelnek. És ebből a szempontból egyetlen egy sikertelen pillanatom sem volt itt a Széchenyi István gimnáziumban. A ti kérdéseitekből is válogattunk, ezek közül fogunk néhányat most feltenni a tanárnőnek. Az első az lenne, hogy hány évesen kezdte érdekelni a zenélés? A hangszerekkel ez egy nagyon érdekes dolog, mert az osztályban, általános iskolában már mindenki zenélt valamilyen hangszeren, és én még mindig nem tudtam, hogy mit és hogyan. És akkor az osztályfőnököm elvitt engem a zeneiskolába, hogy talált nekem egy hihetetlen jó hangszert, mégpedig csellózni fogok. Azt se tudtam, bevallom őszintén, hogy milyen hangszer volt. Beléptünk a zeneiskolába, megláttam a cselló tanárnőmet játszani a hangszeren, és azon gondolkodtam, hogy te úristen, hogyan lehet ezt megszólaltatni. Nagyon-nagyon megszerettem, de bevallom, hogy alkalmatlan voltam ennek a hangszernek a teljes, tökéletes elsajátítására, a hangszeren való játék elsajátítására, mert utólag, mint kiderült, rendkívül hosszú ujjaim vannak, amelyek a cselló szűk fogásához nem éppen ideálisak. Ezzel kapcsolatban aztán több sikertelenségem is volt, pontosan amiatt, hogy a hangszert vinni kellett, vinni, és bizony az idősebb fiatal generáció, azért mondom, hogy idősebb, mert a felső tagozatosok és az akkori középiskolások rendszeresen beszólogattak nekem, miközben a buszmegállóban álltam és vártam az éppen hazafelé tartó buszomat, hogy éppen miféle ridiküllel indulok hazafelé. Miért a tanári pályát választott? Ezt többen kérdezték. Azt hiszem, hogy olyan minta volt előttem tanítónéném és tanáraim személyében, akik arra inspiráltak, hogy az legyek. De el se tudom képzelni az életemet, erről már beszéltünk tanári pálya nélkül, és emlékszem, hogy kislánykoromban is nekem a legfőbb játékom az volt, hogy sorbeültettem az ágyamon a babáimat és a mackóimat, dolgozatokat gyártottam, majd utána összeszedtem és kiavítva kiosztottam, naplót gyártottam, füzeteket. Én készültem, én tudatosan készültem erre a pályára. Egy érdekes kérdés. Az első felét szerintem nagyjából megválaszolta, miért szereti ennyire az éneket. A második fele az úgy szól, hogy miért jön mindig a Berzsenyivel. Mert Berzseny is voltam. De a tanárképzőre gondol? Vagy itt? Nem, itt. Én Berzsenyis diák voltam. Azt hiszem, hogy ez egy örök rivalizálás, de a mi időnkben is egy pozitív rivalizálás volt. A Berzsenyis diákszínpados voltam, itt közben a Széchenyiben működött a diákszínpad.
énekkar is volt itt is, ott is. Az énektanár a mi időnkben, a Széchenyiben is, és a Berzsenyiben is tanított. Tehát ez a fajta tulajdonképpen, nem is tudom, rivalizálás, ez mindig is élt. Miért fogadta el meghívásunkat ebben a műsorban? Búcsúzásként. Érkezett egy olyan kérdés, ez egészen pontosan így szól, mikor lesz Harc Katalin önálló est? Sose. Én ehhez kicsi vagyok, és nagyon kevés vagyok.